Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Baján. Arra kérek minden tisztelt jelenlévőt, hogy énekeljük el együtt az Om Nám mantrát, amely az univerzum a maga tisztaságában, ezzel teljesen megérkezünk ide. Köszönöm szépen. Ez a mantra azért érdekes, mert annyi minden, és annyira keveset tudunk róla. Olyan sokféleképpen tud működni, és annyira nem értjük, mi az, hogy univerzum és tiszta. Mégis, amikor éneklünk, a tapasztalás visszahoz ide, ebbe a pillanatba, egymáshoz, önmagunkhoz. És az ennek, hogyha a lényegét meg akarnánk fogalmazni, nem menne. Olvashatunk rengeteget, művelődhetünk több évig, és csak a tapasztalás küszöbéig jutunk el. És amikor a tapasztalása miénk lesz, akkor minden, amit addig gondoltunk róla, megváltozik. Ezt nevezhetem víznek, ami a pohárban van. Water, ugye, hogyha angolul beszélnénk. L'eau, franciául. Wasser, sógorok. De ha nem iszom, nem tapasztaltam semmit. És hogy mekkora a különbség a tudás és a tapasztalás között, az a víz esetében kiderül a sivatagban, ugyanis a víz legnagyobb tudósa, és aki könyveket sajátított el a víz miben létéről, szomjan hal, hogyha nincs nála víz, és nem issza meg. Több ezer éve keressük az élet értelmét. De mit tapasztaltunk magából az életből? Több ezer éve keressük igazi önvalónkat. Mit tapasztaltunk igazán magunkból? Több ezer éve hiszünk Istenben, istenségekben, különböző kultúrkörök interpretációja és tanítása által. Mit tapasztaltunk meg Istenből, illetve az istenségekből? Az en nem más, mint a tapasztalat útja. Ezért, amikor a tanulmányozásába fogsz, úgy tűnhet, hogy inkább elvesz tőled, semmint adna. Elvesz, mert az illúzióidat kimutatja. Kimutatja, hogy a tudás mennyire relatív. Kimutatja, hogy a szónak abszolút értéke nincs. Kimutatja, hogy a tapasztalat útján elérheted igazi önvalódat, és ezáltal az univerzum lényegét, a másik ember lényegét. De a tapasztalás nélkül nincs semmi. Lehetek okos, körüljárhatom, betölthetem a tér három dimenzióját sokféle formával, a tudatot ideákkal, az időt különböző szemléletekkel, lineáris, ciklikus, és mégsem tapasztaltam meg. Mi az, amit nem ad a zen, mert már megvan? Megvan benned az a tudat, amelyik most figyel, a szemeddel lát, az intellektusoddal ért, a füleddel hall, a testeddel érez, az orroddal szagol, a szíveddel érzelmeket tapasztal és kommunikál. De mi az, ami ezt az egészet látja? Mi az, ami ezt az egészet tapasztalja? És ez az, aminek eredetileg nincs neve és nincs formája. Az zenben azt mondjuk, hogy lényegünk, önvalónk, Buddha természetünk, ezek mind szinonimák. Mint hogyha azt mondanám, hogy water,
Wasser, víz, vagy vada, erre is tessék emlékezni. Mi vezet el a tapasztaláshoz? Kiderül, hogy ez a tapasztalás csak ebben a pillanatban lehetséges. Nem kell, sőt nem szabad beleveszni a múltba, a múlt árnyaiba, az emlékek útvesztőjébe. Nem szabad a jövő aggodalmaiba beleveszni, a projekciókba, a vágyakba, és a jelen különböző változatai sem szükségesek. Ebben a pillanatban egyféle realitás van, de ezt százféleképpen látjuk. És a sokféle látás és a lényegi tapasztalás egyszerre szükséges. Tehát ha ez a pillanat tiszta, akkor minden tiszta. És hogyha ebből a pillanatból minden ragaszkodást, illúziót, hamis azonosulást, téves önképet kivettem, akkor semmi más nem marad, mint a tiszta, térszerű, tükörszerű tudat, amely mindannyiunké, amely mindannyiunkban működik. Különben nem tudnád kimondani azt, hogy én. Nem tudnád kimondani azt, hogy más. Nem tudnánk kimondani azt, hogy mi. Viszont a tükrön sokkal jobban szeretjük a foltokat, mint a tisztánlátást. Valaki ráír neked rúzsal egy üzenetet, azt nem törölnéd le, pedig a tükör pontosan ott nem mutatja azt, ami előtte áll. Belekarcolhatsz, belegravírozhatsz gyönyörűséges mintákat, de pont ott, ahol a karc van a tükrön, ott nem fogja mutatni azt, ami előtte áll. És érdekes, hogy pont attól félünk, hogyha ezek az üzenetek eltűnnek, hogyha a tükörről a foltok leolvadnak, hogyha a gravírozás, a veret, a típus visszaolvad az eredeti tiszta térbe. És a zen azt tanítja, hogy nincs mitől félni. Nincs miért félni, mert amit elveszíthetsz, azt el is fogod. Amit megteremthetsz, megteremthetünk, az rajtunk múlik. És ezért a zen semmi más nem tanít, mint ennek a buddha természetnek, vagy tiszta tükörszerű tudatnak a tapasztalatát, mint alap. Itt ez nem ér véget. Ezzel a tisztánlátással tudod rendbe tenni azt, amit a tükör előtt látsz. És ez a lélek tükre, a lélek tudatossága, és ezáltal az út tapasztalata, amit megteszünk születéstől halálig, térben és időben, egyedül, párosan, családosan és csoportosan. Rálátunk ezekre a karmákra. Mi az, amit én hoztam magammal? Ott van a tükör előtt. Mi az, amit a párkapcsolat jelent számodra, számotokra? Folyamatos tükörszerű tapasztalás egymással. Megszületik a gyerek, és így létrejön a család. Miért született hozzád az utód? Ki ő? Hogyan segíthetitek egymást? És a családokból összeállnak a nemzetségek, a klánok, a társadalom. Mi az, ami egy társadalomba hozott minket? Miért születtünk mindannyian magyarnak? Mi a csoportkarmánk? Hogyan láthatjuk ezt meg, és hogyan tisztíthatjuk ki? Mert ha ezt nem tesszük, és nem használjuk ezt a látást, amit a Buddha vidyának mondott, akkor jobban szeretjük a foltokat a tükrön, mint a tisztánlátást, és akkor az avidjában és a nemlátásban leledzünk, mert egyszerűen jobban érezzük magunkat tőle. Inkább hozzászoktunk. És ekkor hibákat követünk el. Ekkor szenvedünk és szenvedtetünk. Az alaptanítás része, hogy a szenvedés tény. Mindenki tapasztalt veszteséget, tökéletlenséget, függést, kötöttséget, félelmet. Mindannyian ragaszkodtunk úgy, hogy az nem sikerült. Mindannyian akartunk valamit, amit nem tudtunk végbevinni. Mindannyian hittünk valakiben, aki aztán csalódást okozott. És végül, de legelső sorban, mindannyian rendelkezünk önképpel, amiről tudjuk, hogy nem igaz. Tehát a szenvedés tény. Az ember paradox lény. Az élet és halál nem egy megoldott kérdés a mai napig. És használhatsz rá különböző tudás alapú panaceákat, de az előre elkészített tudás, amely nem a tapasztalathoz vezet, hanem csak arra kér, hogy hidd el úgy, ahogy olvasod, ahogy mástól hallod, az nem a tiéd. Azért nem küzdöttél meg, azt nem tapasztaltad meg, azt az utat nem jártad végig. És a szenvedésnek van oka. Ezt magunkban érdemes először meglátni. És ez nem a bűntudat keltése. Ez a hiba észrevétele, és a hiba okának a meglátása. Ha ez a kettő megvan, akkor a másik kettő is lehetséges, a szenvedés megszüntetése,
és a szenvedés megszüntetésének az útja, ez a negyedik igazság is nyilvánvalóvá válik. És az arcokon és a szemeken látom, és a sóhajokon is hallom, hogy miért nem beszélek valami vidámabbról, miért nem érezzük jobban magunkat ma közösen, azért elég jól érezzük magunkat. Azért, mert a zen felnőtt műfaj. Nem cukorkákat adok, és nem gyümölcsöket árulok, akármennyire is szép az asztaldísz, hanem megmutatom azt, amivel elsősorban foglalkozni kell. Ha nem építem meg az utat, és nem hárítom el az akadályokat, nem tudok rajta járni. És mindenki már a célnál szeretne lenni. Mindenki már boldogságban, szeretetben, együttérzésben, jólétben, kiegyensúlyozottan, harmonikusan szeretne élni, és békében és biztonságban. Miért nem erről beszélünk? Azért, mert előtte tisztázni kell, hogy ez honnan ered, mi az, ami teremti, és mi az, ami az akadálya ennek a teremtésnek. És hogyha ezeket az akadályokat elhárítom, akkor meg tudjuk teremteni a harmonikus, biztonságos, szeretetteli, együttérző, bölcsességgel teli életet. De addig nem. Hányszor láttál magadban olyan önsorsrontó mozdulatot, ami olyan kedves volt neked mindaddig, amíg meg nem csináltad? És akkor rájöttél, hogy a saját kígyódat melengedted a saját kebleden, és a saját kebledet marta meg. És hogy az a bölcsesség, amit te gondoltál, sőt abszolút értékűnek tarthattál egy adott pillanatban, egy pillanat alatt téves nézeteké esett szét, és így az orvosságból méreg lett, de ugyanabból a kígyóból jött. Sákyamuni Buddha és Bodhidharma között félúton volt egy nagyon híres indiai pátriárka, Nagarjunáról van szó. Szó szerint a kígyók fejedelme, a nága a kígyó, és az az érdekes, hogy az intellektus működését egy kígyóéhoz hasonlította, és nem csak ő, az egész indiai kultúrkör. És ezek a kígyók főleg a tengerben vannak, a tenger felszíne alatt, tehát a tudattalanodban működnek ezek a dualisztikus funkciók nagyon érdekesen, érzelmi és értelmi síkon egyaránt. És aki a kígyókat uralja, az uralja a teret és az időt és a benne történő folyamatokat. Ha uralod a gondolkodást, akkor uralod az életedet. Ha uralod az érzelmeidet, akkor szabadon formálod a kapcsolataidat. De hogyha a korábban megteremtett karmád ural téged, akkor a kígyók megesznek. Akkor a gondolatok szétszaggatnak, az érzelmek elégetnek vagy megfagyasztanak. És amikor ezt érzed, akkor kialakul az áldozat hamis tudata. Azt gondolod, hogy te a saját sorsodnak ki vagy téve. Azt hiszed, hogy nincs választási lehetőséged. Úgy érzed, hogy kényszerpályán vagy. Pedig semmi más nem történt, mint hogy a tudatosságod ráfeszült a karmára, mint celofán a bontott csirkére. És nincs tér, nincs látás, nincs választási lehetőség. Tehát a zen a felébredés útja, a zen ennek a térszerű, tükörszerű, igazi önvalónak a tapasztalata, és a helyes használata másokért és magunkért egyaránt, amely megmutatkozik, mint áldás és jó tétemény a csoport, a család, a párkapcsolat és az egyén szintjén egyaránt. Mert ezeket a formációkat áthatja ez a lényeg. Mindegyikben jelen van. Semmelyikünkből sem hiányzik. És épp ezért az a tanítás, hogy te is képes vagy a megvilágosodásra, először nagyon édesen hangzik, mint hogyha kaptál volna valamit. Nem, ez már benned van. Inkarnációk óta nem vesztetted el, és az összes testesülésed során is mindig veled lesz. Mennyire használjuk? Mire használjuk? Kiért használjuk? És mire megyünk vele? Tudatunk minősége egyenlő a teremtett karmák minőségével. És minél nagyobbra nyitjuk a körzőt, és minél több emberre nézzünk rá ebből a szempontból, karmák közös teljesítése eléggé sok teherrel bír, eléggé sok szenvedéssel bír. Ez azt mutatja, hogy nem vagyunk tiszta tudatúak. Ez azt mutatja, hogy rengeteg hibát követünk el, hogy szenvedünk és szenvedtetünk úgy, hogy közben mindenki ezekre a gyönyörű, előbb említett minőségekre vágyik. Hát miért ne? Ki van az útjában? Mi vagyunk az útjában? Kihez kéne fordulnunk? Hogyan valósíthatnánk meg
ezeket a nagyon-nagyon kézzelfogható világos vágyakat, hogy szeretnénk jól élni, szeretnénk békében élni, szeretnénk szeretetben, együttérzésben, bölcsességben élni. Csak magunkhoz fordulhatunk. Nem remélhetsz senkitől, semmitől megoldást. Magunkban van a megoldás. Egymásban van a megoldás, de nem várhatod el, hogy ezt te készen kapod. Meg kell érte dolgozni, ki kell hozni magunkból. Tehát mi vagyunk a lehetőség. Azzal, hogy kimondtuk azt, hogy én, megteremtettük azt a fajta kürtőt, ahol elmozdulhatunk fölfelé, a legtisztább tudatosság felé, a megvilágosodás felé, és eshetünk mélyre a legfeketébb egoizmusba, legyen az egyéni, páros, családi vagy csoportos egoitás. És minél több intolerancia, minél több szenvedés, minél több kapzsiság és harag a termék, annál énesebb és annál önközpontúbb a nézet. Annál kevésbé járunk a nemes nyolc rétű ösvényen. Ezért tehát a gyakorlatnak óriási jelentősége van, a tapasztalat nem nélkülözhető, és az erőfeszítés tüzében leég rólad az illúzió. Érdekes, hogy ezt a test esetében nagyon jól látjuk. Itt ülünk most egy tornateremben mindannyian. És nem kérdezzük, hogy hát az a gyűrű az miért van ott? Ez a bordás fal, ezek a zsámolyok, felfestések, kosárpalánk. Világos, hogy a testnek erre szüksége van. De amikor látsz mondjuk vallásos szimbólumokat, hallasz meditációs módszereket, olyan tanítást jut el hozzád, hogy fordítsd az energiádat befele, akkor ezt nem fogjuk föl valami tudati edzésnek, hanem azt hiszük, hogy arra sarkalnak, hogy te változz meg. Vegyél föl egy újabb önképet, legyél te más, mint ami eddig voltál, tagozódj be valahova, ahol nem szeretnél lenni. És ezek mind-mind téves nézetek. Az en esetében csak igazi önvalódhoz juthatsz vissza, csak ebbe a pillanatba juthatsz vissza, csak azt a tiszta tudatot tapasztalhatod, amely benned már bizonyos mértékig működik, de működhetne azért jobban is. Mi volt az utolsó konfliktus, amit nem tudtál megoldani? Mi az, ami még mindig itt ég a szívedben, mint sértés? Mi az a gondolat, amit még mindig nem tudtál integrálni egy nagyobb egészbe? Mi az a cél, amit még mindig nem értél el, holott tudod, hogy képes vagy rá? Itt vannak a lehetőségek, amiket nem használtunk ki. Itt van az út, amin mennünk kéne. A zen tehát nem támaszkodik úgy az írásokra, hogy a megteremtett könyvekből újra akarna alkotni valamit. A könyvek, a szútrák, az értekezések fontosak, körülbelül 10%-ban. Ezt a 10%-ot érdemes magunkban végigvinni. Érdemes ismereteket szerezni. Érdemes egy olyan tudást felhalmozni, amely fölfelé nyitott, nem abszolút értékű. Nem kívánja kizárólagosnak mutatni önmagát. És ez a tudás elvezet a tapasztalathoz. És akkor elkezdünk gyakorolni, elkezdjük igazi önvalónkat tapasztalni, minden nap tudatosabbak, minden nap éberebbek leszünk, és az egyévválás tapasztalatához így vagy úgy, de eljutunk. Az eljutás módja meghatározza azt, hogy mennyire tudjuk megtartani ezt a tapasztalatot. Nagyon sokan szeretnének valami rövidebb utat, valami gyorsabbat, könnyebbet, és valamilyen módon úgy rásegítenek, és kiderül, hogy a rásegítésből lesz az akadály. Kiderül, hogy a gyorsabbból lesz a lassú. Kiderül, hogy a hirtelenből nagyon gyors zuhanás lehet. Képzeld el, hogy betesznek téged egy helikopterbe, amelyik ilyen mágikus helikopter, és föl tud repülni 8000 méterre. Felajánlom neked a világ tetejét. Kinyitom az ajtót, és szállj ki a Mount Everesten, 8848 méteren. Tudod, mi történne veled? Fél órán belül meghalnál. Tüdő és agyi ödéma az emberek 90%-ánál. Azok, akik az alaptáborban edzenek, hónapokat készülnek, mászkálnak le és föl a különböző táborhelyek között, és így körülbelül 3-4 hónap alatt, ez az átlag, van rövidebb, van hosszabb, megerősítik és letisztítják magukat annyira, hogy fölmenjenek a világ tetejére, azok feljutnak. Feljutnak egymás erejéből és a saját erejükből. És igen, ott is lehet hibát elkövetni, ott is lehet elpusztulni a halálzónában, de nem attól, hogy nem merted vállalni az utat, nem attól, hogy nem készültél föl.
Nem attól, hogy rosszul gondolkodtál és helytelenül cselekedtél. Nem attól, hogy gyorsan és könnyen meg akartad oldani. Tehát az erőfeszítésnek nincs alternatívája. A törekvés helyett még nem találtak ki semmi jobbat. Amikor Sákjamuni Buddha a nirvána küszöbén állt, akkor azt mondta, szerzetesek, lángban áll a világ, törekedjetek fáradhatatlanul. És mi ez a láng? Ezt a Dhammapadában elolvashatod, és egyéb helyeken is. A harag tüze, a kabzsiság tüze, a mulandóság tüze, a feltételhez kötöttség tüze, az elégtelenség tüze. Ez a világ ebben ég. A lelkünk ebben ég. De van valami, ami mindig tiszta marad, ami mentes ezektől a karmáktól. Mi ez az egyszerű és tiszta? Mi ez, ami bennünk lát, hall, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, cselekszik? Mi ez? Ezáltal bontod le azokat a falakat, amelyeket eddig éltettél, fontosnak tartottál, és mögötte az éned egy kicsit biztonságban érezte önmagát, egész addig, amíg rá nem jött a kétségbe esett elszigeteltségére és magányára. És a kérdés éberségében elég a karma, és le tudod bontani ezeket a falakat. Ekkor tudsz igazából kapcsolatot teremteni egy másik emberi lényel, vagy csoporttal, vagy a természettel, és életedben először látsz meg egy őzet az erdőben úgy, ahogy az van. Ezért az írásoktól való nem függés mellett, ahogy hallhattad, ezzel a kérdéssel közvetlenül az ember tudatára irányulunk. Az emberi tudatra, amely helyett nincs másik, nem lehet kapni és adni, de egymásban felébreszthetjük. Egymásnak segíthetünk felébredni. A megvilágosodás nem más, mint igazi önvalónk teljes értékű tapasztalása. Nem csodák, nem különlegességek, nem szélsőségek, nem fantazmagóriák. Ezért van jelentősége a közös gyakorlatnak. És a közös gyakorlásban megszületik az a tér, amely ha letisztul, akkor mindenki számára a legbiztosabb és a legtisztább tapasztalás, hogy igen, van bennünk valami közös, amely nem mondható ki, de tapasztalható. Amiről addig hittem, hogy én vagyok, kiderült, hogy nem az. A gondolataim, az érzelmeim mind múlandóak. Mennyi energiával tudom őket fönntartani? És akkor a mozdulatlanságban és a csendben, a tiszta tudat pillanatában rájövünk, hogy tényleg ez az egyetlen dolog, ami közös bennünk. Minden más karma különbözővé tesz, és joggal, és szükségszerűen legyenek mások a gondolataink, érezzünk más érzelmeket. Egyikünknek sincs ugyanolyan arca, mint a másiknak, vagy teste, ezért nincs ugyanolyan karma sem. Minden ember egyedi, felcserélhetetlen és pótolhatatlan. De ha csak ezt érezzük, akkor nem kapunk választ a legmélyebb és legégetőbb kérdéseinkre. És ezzel a közös lényeggel, ezzel a tiszta tapasztalással helyére kerülnek azok a gondolatok és érzelmek, amelyeket más gondolatok nem tudtak megválaszolni, amelyeket más érzelmek nem tudtak megnyugtatni. És ezért a látás a megoldás. A tükörben látszik tisztán, hogy mik vagyunk, honnan jöttünk, és hová megyünk, mik a lehetőségeink, mik a kötöttségeink. Úgyhogy a zen szó szerint meditációt jelent, a gyána, csanna, csan, zen, szon szavak pontosan ugyanarra a jelre mutatnak, ugyanannak a jelnek a különböző nyelvű kiejtései. A meditáció pedig azt jelenti, hogy befelé fordítod az energiádat, és belül kérdezel, és a belső tapasztalat birtokában már tisztábban látsz, tisztában ismered fel a helyzetedet, tisztában teremtesz kapcsolatot, és tisztában cselekszel. Onnan tudod, hogy az úton jársz, hogy egyre kevésbé van igényed magadnak magyarázatokat adni, egyre kevésbé akarsz tőled idegen normáknak megfelelni, egyre inkább az egyszerű, világos emberség és emberi közösség lesz a fontos, mert hogyha megnézed, az együttműködésnél nagyobb feladat nincs. Minden az együttműködésen múlik, de hogy milyen irányban, kikkel és kivel, az egy óriási kérdés. Ezzel a felütéssel szeretném a bevezetőt befejezni, ezzel a befejezetlen gondolattal
átadni a kérdés lehetőségét a tisztelt hallgatóságnak. Voltam már két elvonuláson ugye a Pilisben, és úgy veszem észre, hogy elkezdett így a látásom mélyebbre menni, és mélyebb rétegeket megláttatni bennem. Az a lényeg, hogy megláttam ilyen gyerekkori sérelmeket a szülők részéről. Tehát egy ideig ilyen kis kedvenc voltam, utána pedig mintha teljesen megváltozott volna másik irányba. És ezen kívül más is ért, ez nem olyan fontos. A családban van még egy olyan mentalitás, hogy ha valamikor hibázok, akkor így elkezdem ostorozni magamat, és ez olyan, mintha el is várnak. Tehát, hogyha tegyük fel, adott esetben nyugodt vagyok, és hibázok, és utána se kezdem el bántani úgyon magamat, akkor így kb. Rá van pirítva, hogy ezt nem így kéne, és ezt én teljesen átvettem. Nos, az a kérdésem, hogy azon kívül, hogy látom ezeket így lefolyni magamban, és nem azonosulni vele, hogy van esetleg még valami, amit tehetek ezzel? Ezzel, mint a múltbéli karma, nem kell tenni semmit. Engedni kell az egészet visszaintegrálódni abba a rétegbe, ahonnan jött. Ugyanis van a tapasztalatunknak egy olyan hétköznapi rétege, amelyek teljesen természetesen ugye, történnek. És amikor elmegy egy kocsi az utcán, és még egy kocsi, és még egy kocsi, azokat nem regisztráljuk. Mennek és jönnek. De ha egy szirénázó megkülönböztető jelzést használó jármű jön, az így kiugrik. És akkor hűha, húzódjunk le, adjunk neki utat. Vagy gyorsan mentem, vigyázzunk, hogyha éppen a rendőrség jelenik meg. A tapasztalásokkal is ez van. Tehát valami nagyon erős, jó vagy rossz címkével el lett látva, akkor ez kiugrik ebből a normális síkból, ami jön és megy. És bekerül akár az öröm polcára, akár a trauma polcára. És ott elszigetelten létezik. Azért, mert az örömöt újra el akarom érni, a traumát pedig mindig el akarom kerülni. De az öröklét igénye, pozitíve és negatíve megmutatkozik az elszigeteltségben. Pontosan azért különítem el, hogy nehogy bekerüljön a szürkeségbe, bekerüljön abba, ami csak úgy jön és megy. És ezáltal elkövetem azt a hibát, hogy azonosulok ezekkel az elkülönült, izolált dolgokkal. Lenyomom őket szépen a tudattalamba, és azok ott archetipusokká szerveződnek, és elképesztő munkát végeznek, pro és kontra. Amikor meditálsz, akkor a tudatnak az önvédelmi mechanizmusai kikapcsolódnak, hogyha a technikát jól használod. És ekkor ezek a szélsőséges, elszigetelt, az öröklétre kárhoztatott tapasztalatok, azok megjelennek. Azért, hogy tudatosítsd a miben létüket. Nem azért, hogy elvesz az emlékekben, nem azért, hogy visszamenj x évet a múltba, hanem azért, hogy a személyiséged integritását, egészségét ebben a pillanatban állítsd helyre. És a tudatnak van egy öntisztító képessége, a léleknek van egy öngyógyító képessége. És a meditáció, hogyha helyesen gyakorlod, ezt aktiválja. És ekkor ezek a tapasztalatok megmutatkoznak a maguk ilyenségében, a maguk okozatiságában, amitől megijedtünk, vagy nagyon őrizgettük, és elszigeteltük, az szépen kinyílik, és megmutatkozik, hogy miből keletkezett, és mit keletkeztetett. És nem próbálunk meg ítéletalkotóan viszonyulni a múlthoz, hogy kinek volt igaza. Mert a múlt az elmúlt. De csak akkor múlt el, hogyha megszűnök azonosulni ezekkel a szélsőségekkel. Ha nem, akkor állandóan befolyásolják a jelenemet. Állandóan, külső térben, belső térben, kapcsolatokban, gondolatokban, érzelmekben, cselekedetekben, beszédekben, végig. Amíg ez az azonosulás megvan, a pozitív és negatív címkék miatt, egészen addig a dualitások malomkövében szépen örlődünk. És a meditáció ettől hoz egy megszabadulást. Az ettől való megtisztulás. A meditáció, amikor észreveszed, hogy valójában mi történt, az összes puzzle darab a helyére kerül, és visszaintegrálódik az elszigetelt és a szélsőséges a személyiség normális rétegébe. Hát ehhez nagyon sok mindenre szükség van.
Szükség van rálátásra, egylényegűség tapasztalatára, megbocsátásra, bölcsességre, és egy olyasféle irányvételre, amire azt mondjuk, hogy érd el a felébredést, és segíts minden lényen. Hogyan segíthetnénk minden lényen, hogyha a hátizsákunkban égő benzines palackokat viszünk? És ezért a meditációban ezek szükségszerűen megjelennek, és enged, hogy a tudat öntisztító képessége segítsen a lélek öngyógyításának. Amikor a tünetek rendkívül erősek, akkor néha külső segítségre van szükség. Ez benne van a folyamatban. De olyan külső segítségre szabad csak hagyatkozni, amely az autonómiádat nem veszi el, amely nem tesz még betegebbé, még függőbbé, még szétesettebbé. És ekkor azt látod, hogy igen, lehet nem csak tanulni a múltból, hanem lehet az összes tapasztalatot visszaintegrálni valamibe, amit így hívok, hogy egész. És ettől leszünk egészségesek. Amíg szétestünk állandó jó és rossz tapasztalásokra, addig nem. És amikor a dualitásnak a csapszegét kihúzod ebből az egészből, akkor esélyed van arra, hogy úgy látod a dolgokat, ahogy vannak. Amíg állandóan döntök, hogy ez jó, rossz, kellemes, kellemetlen, velem ez történt, velem az nem történt, addig ennek a saját szempontunkból az útját álljuk. Tehát kikapcsoljuk azokat a reflexeket, amelyek akár önvédelemre, önsajnálatra, önmegvalósításra, önostorozásra, ezekre hajlanak. Miért? Mert egy hamis önképet teremtünk újra vele. És amikor ezek kikapcsolódnak a tudat mozdulatlanságában, tisztánlátásában, akkor ez a fajta öntisztulás és öngyógyítás automatikusan működik. Ha hagyod, működik. És ekkor a látás által megszabadulsz. Okay. Köszönöm. Szívesen. Többször elhangzott, hogy ugye a helyes meditáció, és szerintem sokakat érdekelhet az, hogy mi is ez valójában. Melyik a helyes zenút, illetve vagyunk itt most, teszem azt 50-en, az 50 különböző utat jelent, vagy mindenkinek azonos? Ez azt jelenti, hogy holnap 9-kor ezt megtanítom. Tehát a meditációs instrukciók azok azért nem az előadás témái, mert nem tudod kipróbálni. Tehát itt holnap 9-től 12-ig mindent megtanítok, ami az ülő, az éneklő, a sétáló meditáció, és még a koanokba is egy picit belemegyünk, hogy azok ugye micsodák. A meditációról tehát annyit mondok, hogy ez nem pusztán technika. A technika olyan, mint az üvegpohár vagy a palack. Szükség van rá, mert különben nem tudnék vizet inni. De nem a poharat iszom meg, hanem a vizet. Ehhez viszont meg kell tanítanom, hogy mi a pohár, hogy benne észrevedd a vizet. Tehát elmondjuk, hogy hogy ülj, hogy sétálj, hogy lélegezz, hogy nézz, hogyan tartsd a tudatodat, hogyan maradjál itt, hányféle horgony kell a hajódnak, hogy itt legyél ebben a pillanatban. De a tapasztalatot nem helyettesíti semmi. És ezért csináljuk. Ezért szánunk rá kétszer annyi időt, mint a dharma beszédre. És a meditáció végül is semmi más, mint a pillanat tiszta megélése és az egyéválás tapasztalása, a tiszta tükörszerű tudat működésbe hozása és működtetése. Ez a víz. Holnap megtanítom a poharat. Egyéb kérdés? Tessék itt. Arra lennék kíváncsi, hogy érdemes-e erőltetni a változást magunkban, magunkkal szemben. Például arra gondolok, hogy jön egy olyan sugallat bennem, hogy kéne gyakorolni. De aztán jön egy olyan sugallat, hogy most nincs rá szükség. Most. Ezt erőltetni kell. Ez csak félig vicc, hölgyeim és uraim, ugyanis, hogyha nem jutunk el a szándéktól a cselekedetig, akkor kiépítünk egy olyan mintát, amely önmeghiúsító. Rosszabb esetben önszabotázs. Teljesen jó dolgokat akarsz,
fantasztikus szándékaid vannak, és mivel ez annyira jó, gyártasz még belőle. Még többet. Hát ez az, amikor annyi opció születik, hogy nincs akció. Kész. És ki kell választani ekkor a legfontosabbat, tehát a belső hierarchiád az, amely el fogja dönteni ebben a pillanatban az 1000 lehetőség közül, mi az az egy, amelyet most valóra váltok. És ezért, hogy mi a legfontosabb, ki a legfontosabb, és innentől kezdve kialakul egy hierarchia. Ennélkül a belső hierarchia nélkül nem tudunk mozdulni. Általában ez alapjáraton ketyeg. Mi az, ami a teremtő, kreatív, megtartó, birtokló, és túlélő reflexeimet kiszolgálja. És amikor ezeket nézem, akkor világos, hogy a legfontosabb az, hogy tudjunk teremteni, tudjunk birtokolni, és túl is tudjuk élni ezt az egészet. Egy darabig. Tehát ezek az embernek az önmegtartó vagy öndefiniáló reflexei, ezek annyira fontosak, hogy az indiai mitológiában 3 istenséget rendeltek mellé, Brahma, Vishnu és Shiva. Tehát milyen gondolatkörök és milyen elképesztő problémakörök kapcsolódnak ez a 3-hoz, tessék szíves belenézni. Jó házi feladat. Nézd meg azt, hogyha átlibbensz egy akadályon, akkor az hová vezet? Van, amikor megalapozottan félünk. És akkor a félelemből nagyon fontos megfontolás lesz. Igen, nem akarom ezt a határt átlépni. És a félelem megtanította korábbi tapasztalások során arra, hogy igen, ha ezt átlépem, az hiba. Szenvedést okoz magamnak és másnak. És akkor tudás lesz belőle. És egy tudatosan vállalt korlát. És akkor már nem kell félni. Van, amikor látod, hogy a tapasztalatban, a szándék túloldalán pontosan az van, amit keresel, de valami még visszatart. És akkor jön az entanítás, és azt mondja, hogy csak tedd. Cselekedj. És ez átbillent. Tehát nézd meg, hogy milyen irányba mennél, ha megtennéd. És akkor eldöntheted, hogy törekedje vagy sem. Jó? Ha tudnál beszélni a szabad akaratról, mert a szabad akarat véleményem szerint nagyon könnyen válhat az ego egyik melegágyává. Tudnál erről pár szót mondani? Egy bevásárlóközpontot javaslok, mint a megoldás színhelyét, Schopenhauer. És Schopenhauer rengeteget írt erről, mint szabad és akarat. Már az akarat is probléma van, de a szabadság nyugati felfogása az tragikus. Tehát amikor a szabadságot a testvériség és az egyenlőség mellé tesszük, és ezzel kirobbantanak egy forradalmat 1789-ben, hozzáadsz egy Szaturnusz ciklust, és az 1816-17-es évekre már teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a téves nézetek, például a szabadság helytelen felfogása hová vezette Franciaországot. Döbbenetes. Mi a szabadság? Tehát hogyan beszélhetünk szabadságról, amikor ez a test, ez itt elképesztően függ mindentől ebben a környezetben. Megemeljük a hőmérsékletet 15 fokkal, mindenki izzad, lecsökkentjük 15-re, mindenki fázik. Nekünk ez kell, nekünk az kell, és még a szabadság is kell, és fogalmunk nincs arról, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani, mert állandóan függünk valamitől, és egymást dobáljuk a függő viszonyokban. Nagyjából a szabad akarat ismételten alapjáraton, a 3 nagy ösztöncsoport karmaiban azt jelenti, hogy az van, ami nekem kell, és ami nekem nem kell, az ne legyen. Tehát rendkívül önközpontú az egész. De hogyha azt mondom, hogy szabaduljunk meg a saját egoitásunktól is, na akkor hol van a szabad? Mert az az igazán szabad akarat. Akkor viszont nincs, ami akarjon? Tehát ha megszűnik az én, akkor az akarat hol van? És ezt hívjuk egy olyasféle bódhiszatva útnak, hogy már nem magadért teszed, már nem magadért akarod. És így megvalósul az a paradox tapasztalat, hogy a szabad akarathoz pont saját magadtól kell megszabadulni, a saját önképettől, és hogyha azt mások javára szeretnéd kamatoztatni, akkor van szabad akaratod, mert akkor a legnagyobb korlát, a saját egoitásod az nincs. De akkor van mit akarni? Hát lenne, csak nem tudjuk, hogy mit, mert eddig az akaratunkat csak saját érdekünkben használtuk föl. De az nem volt szabad, mert így a saját vágyaink, kapzsiság, düh, averzió, egyebek
így kötnek, és amikor ezt, akkor most mi van? Mit akarjak, hogyha ezen kötöttségeket már nem akarom fölvállalni? Már nem ebben az irányban szeretném az energiámat kifejteni. És akkor kiderül, hogy a szabadíts meg minden lényt a szenvedéstől, ez valahol szinoním ezzel, csak nem tudjuk kötni, hogy a szabad akarat, amit én elvállalok, az minden lény üdvére való cselekvés. Hát kiderül, hogy ha másnak nem adok szabadságot, ha másnak nem segítek megszabadulni, akkor az ő szenvedése bejön a kapun. Az engem is érint. És kiderül, hogy tényleg a szabad akarat, hogyha mindenkire azt mondom, hogy legyen ez mindenkié, akkor ez arról szól, hogy szabaduljunk meg a saját énségünk kötöttségeitől. Eljuthatunk ide, ez egy olyan paradox helyzet, amit a zen szemlélet nagyon szeret, mert a paradoxban egyé válik az, amit akarok tudni, meg amit tudnom kell. Amit látni akarok, és amit látnom kell. Ezek a paradoxonok azért jók, mert teljesen kinyitják a lélek kapuit, mert nem engedi az intellektusnak és az érzelmeknek lezárni az egészet. Köszönöm a kérdést. Én is köszönöm a választ. Az lenne a kérdésem, hogy valójában mi az élet? Az, hogy elmegyünk dolgozni minden nap, mint itt oly sokan csináljuk, ugye, nyilván, vagy tehát maga a megtapasztaláson kívül. Mert többen is ugye ebben a mókuskerékben őrlődünk, de hogyan lehet ebből kilépni? Vagy tényleg ki kell az az egyáltalán? Élet, hogy elmegyünk dolgozni minden nap. Belső munka, külső munka, mindegyiket el kell végezni. Dharmaterem, munkahely, tornaterem. Valahol dolgozol. Pajcsang mondta, egy nap munka nélkül, egy nap evés nélkül. Nem az a baj, hogy dolgozol és rendszeresen és fix munkahelyed van. Mit csinálsz a fizetéssel? Az nem mindegy. Mit csinálsz a szabadidőddel? Az nem mindegy. Megtalálod-e önmagadat a munkádban? Az nem mindegy. Tehát semmi baj ezzel az élettel. De arra használjuk, amire való? Mert ha nem, akkor belül valami hiányérzet van. Belül valami elképesztő elégtelenség érzet van. És ez nem külső munka kérdése. Úgyhogy igen, dolgozzunk minden nap. Kívül is, belül is, dharmateremben, munkahelyen, mindenhol. De valójában itt az élet céljáról kérdezel. Hogy ez az egész mire jó. És ha megnézed, akkor a halotti leplen nincs zseb. Mert nem vihetsz el semmit innen. Amit a lélekben realizálsz, azt viszed el innen, plusz a karmikus házi feladatodat a hátizsákban. Csak a tudat minőség változása vihető át. Csak az a karma marad veled, amivel azonosulsz. Csak földi körülmények között érheted el a földi karmától való megszabadulást. Erre is jó lehet az élet. Erre is fel tudod használni a szabadidőt. Így mégiscsak más, ugye? Onnan tudod, hogy helyesen jársz az úton, hogy egyre kevésbé félsz a haláltól. Onnan tudod, hogy helyesen jársz az úton, hogy egyre kevésbé félsz az élettől. Az előbb elhangzott egy mondat. Mit jelent az, hogy megtalálni magunkat a munkában? Vagy azt csinálsz, amit tényleg munkaként szeretnél? Vagy csak fölvetted a munkát, mert nem volt más, azt kapod a fizetést? Hát, Oké. Ez a te válaszod magadnak. Fantasztikus önmegvalósítást élhetsz át a munkában, mert azt csinálod, amit tényleg szeretnél. Van ilyen. Tessék megtalálni. Meditáció közben megjelent bennem már többször is hatalmas, nem is tudom, hogy együttérzés, vagy egyé válás azzal, hogy megfigyeltem szenvedést, szenvedőket az életben, és ilyen teljességgel átalakult így az érzelmi világom ezzel kapcsolatban, és ezt nem tudom, hogy hova tegyem. Olvasd el a Buddha életrajzát, ő is hasonló dolgon ment keresztül, csak kicsit erősebben, mert őt 28 évig csak a palota környezetében tartották. Hát azért volt ott kert, épület, egyebek, és akkor 28 évesen tesz egy utazást, és lát egy öreget, beteget és egy halottat. És akkor így az élet így megüti. Annyira, hogy megkérdezi a kocsisát, Csunda, a királyok is meghalnak? Igen, uram, a királyok is meghalnak, akkor nekem ez az élet így nem kell. És akkor levágja a haját, és megy az erdőbe.
Úgyhogy ez a személyiség érési folyamata, ne vágd le a hajad, és ne menj az erdőbe. A mostani korban nem ez a válasz. Az a válasz, hogy keresel egy utat, amelyet előtted már közel 80 generáción keresztül jártak, és ez az út, ez nincs kitaposva, de ki van jelölve. Nincs rajta a lábnyomod, de ott van az irány, amit minden ember követett, hogy a realizációs praxis során saját tapasztalatából választ kapjon belül ezekre a kérdésekre, és ezáltal, hogy mi az élet és mi a halál, rájövünk arra, hogy miért élünk és miért halunk meg. De hogyha a mihez nem jutunk vissza, akkor a ki, a miért és a hogyan mind homályban marad. Szeretjük az, hogy miért, sőt, miért én? Azért, mert így gondolkodsz, azért. A miértek berakják egy racionális ciklusba az embert, és ott szépen, mint a nyomtató ló, megyünk körbe-körbe, és tapossuk az okságot, a koncepciókat, a magyarázatokat. Tehát rájövünk, hogy hát akkor hogyan? De valójában ki is? És utána az, hogy mi az, ami bennem kimondja? Mi az, ami az énné válik? A kérdésfeltevés nagyon jó, és az úton való haladás választ ad neked erre. Nekem lenne egy kérdésem, hogyha megtennéd azt a szívességet, hogy részletesebben kifejtenéd azt a Tao mondást, hogy nem jár az úton, aki az úton jár. Köszönöm. Nem fejtem ki részletesen. Viszont meghívlak holnapra gyakorolni közösen. És a közös gyakorlás során mind a ketten tapasztaljuk a választ erre a kérdésre. Szó volt a szabadságról, és én azt látom, hogy elég sokan, vagy talán mindannyian erre vágyunk, vagy törekszünk. De ha ezt így vagy úgy, ilyen vagy olyan úton elérjük, akkor ezzel mit lehet kezdeni utána? Felajánlod a gyümölcseit másoknak. Hiszen, hogyha tényleg elértél egy szabadabb, világosabb, együttérzőbb, bölcsebb tudatállapotot, akkor ez valami, ami segít. Az emberek meg fognak kérdezni, hogy te hogy csináltad? Te hogy tudtál ilyen nyugodt maradni? Te hogy dönthettél így? Neked miért ilyen jó az életed? És akkor ezt föl lehet ajánlani másoknak, anélkül, hogy meg akarnád őket győzni. Azt hogy lehet? Bocs, hogy belekérdezek. Köszönöm, hogy belekérdeztél. Ezt úgy lehet, hogy a kérdéseikre válaszolsz, és nem vitatkozol a nézeteikkel. Az én családom az nagyon, nagyon keresztény, nagyon katolikus, kb. Mindenki, és ez sokszor fennakadást jelent az ilyen nagyobb családi rendezvényeken, hogy én más irányzatot követek, és miért próbálnak téríteni is, meg győzködni, meg, tehát ezek a szokott dolgok szerintem, és nagyon sokszor nem tudom, hogy ezt hogyan reagáljam le. Nagyon fontos, hogy az Isten ismerethez önismeret kell. Ezt számos keresztény misztikus szépen költeményekben, gyönyörűséges versezetekben kifejtette, hogyha ilyesféle segítségre van szükség, akkor nagyjából Eckhart Mester és Angelus Silesius neveit javaslom, és akkor itt egy kicsi hátteret találsz. És nem igaztalan kimondani azt, hogy te nagyon-nagyon jól szeretnéd ismerni, hogy mi az, ami benned hisz. Mi az, ami a hitet gyakorolja? És te ezt is szeretnéd megismerni. És ezáltal a hited letisztul. És tapasztalat lesz. Tehát amikor azt mondja az írás, hogy ne legyenek idegen isteneid én előttem, az ténylegesen arra vonatkozik, hogy az Isten képeket számoljuk föl azért, hogy az Isten élmény meglegyen. És te pontosan ezen dolgozol, hogy a benned lévő illúziókat és önképeket felszámolod azért, hogy a hívő, az a tudat, amelyik hisz, az tiszta legyen. Ezzel nem fognak sokat vitatkozni. Itt kapcsolódik hozzá az együttműködés, igen, amit tetszett említeni, hogy az az alapja itt az egész mindenségnek, igen, és ami szerintem most nagyon nem működik sehol, tehát pont az együttműködés nincsen sehol valahol, úgyhogy erről esetleg egy kicsit itt... Nagyon szívesen. Jó, köszönöm. Sungsen Zenmestert megkérdezték, hogy mi a legnehezebb gyakorlat, és azt gondolták, hogy valamilyen elképesztő zen időrendet, meg életrendet fog mondani,
És azt mondja, na, ne nehezítsd, ha nem nehezíted, akkor nem nehéz. És azt mondja, nem, ször, mondja meg, hogy tényleg mi a nehéz gyakorlat, mert azt meg szeretnénk csinálni. A 100 napos egyéni elvonulás, magányosan, a hegyen, az nehéz. Azt mondta, az olyan, mint egy dharma vakáció. Beállítod az időrendet, felviszed a kaját, szépen naponta annyit teszel, amit eldöntöttél, annyit gyakorolsz, amit eldöntöttél, ami megjelenik, azt engeded eltűnni, 100. napon lejössz, és kész. Azt mondja a kérdező, hogy akkor a 90 napos közös elvonulás, amely tényleg olyan, mint amikor a burgonyát ugye betesszük a nagy lavor vízbe, és a dharma botjával kavarjuk, és azok ledörzsölik egymásról a felesleges karmát? Azt mondja, hát a 90 napos kioltsát, az fantasztikus, ez olyan, mint a bölcsesség hajó, a prajná hajó. Van egy kapitány, első tiszt, konyhafőnök, fedélzetmester, és mindenki teszi a dolgát, elindultunk a kikötőből, és 90 nap után szépen kikötünk ugyanott, csak megjártuk a nagy tengert. Ez nagyon könnyű. Akkor a templomi élet? Az az egyik legjobb dolog. Zenközponti élet? Az is nagyon jó dolog. Ezekben nincs nehézség. Szóval mondja meg, hogy mi a legnehezebb gyakorlat. Ja, az emberi együttműködés. Úgyhogy nézd meg, hogy milyen elképesztő akadályok tudnak tornyosulni, hogy valójában így kezet fogjunk egymással, és itt a helyesen felfogott identitás a segítője lehet ennek az együttműködésnek, és a helytelenül felfogott identitás pedig az akadálya. Tehát nézd meg az identitás és együttműködés viszonyát, és valami nagyon érdekeset fogsz találni. Minél jobban ragaszkodsz az önképedhez, annál kevésbé tudsz együttműködni egy másik emberrel. Minél jobban együttműködtél valakivel, annál inkább önmagad tudsz lenni. Ezért kell gyakorolni, hogy inkább önmagunk legyünk, és nem valami önképhez ragaszkodjunk, és ez a fajta közösség, közös természet, vagy megvilágosodás természet, ez tényleg összetudja úgy hozni az embereket, hogy ez nem kötés. Nem egyfajta szoros valami, amitől az ember azt érzi, hogy egy idő után egy ilyen börtönben van. Ugye az oldás és kötés nagy mágiáját azt az identitás és együttműködés tengelyén nézzük meg. Mikor tudunk együttműködni, és mikor nem. Mikor kötünk, és mikor oldunk. És ez teljesen a tudatminőségünktől és a lélekállapotunktól függ. Megfigyelted, hogy egy nap paprikásan dühösen mész ki az elintézetlenségeid miatt az utcára, és mindig beléd ütköznek. És mindig baleseteket tapasztalsz, és mindig konfliktusok jelennek meg a környezetedben. Miért? Mert azt a tudatformát vitted ki. Hogyha egy más tudatformát viszel ki, akkor a térben más dolgok történnek, és másféle emberi tapasztalataid vannak. Miért? Mert azt a szűrőt raktad magad elé. És nem csak szűrés, ez teremtés is, mert kifelé pedig teremt, befelé szűr. Úgyhogy teljesen tudatminőség kérdése az egész. Az lenne a kérdésem, hogy ugyebár a tibeti buddhizmust így nézve, mindenki gondolom tudja, hogy vannak azok az ilyen erősebb alkatú, ilyen szerzetesek, akik mindig így fizikálisan, folyamatosan új falakat emelnek maguk elé, hogy itt is a zen buddhizmusban van ilyen, hogy mind a fizikai testedet edzed, mind így emellé a, hogy is mondjam, belsőd mellé. Nincs ilyen edzésprogram a zenben. Ha valaki külön harcművészetet, vagy egyéb a dolgot a fizikai síkon is gyakorol, ez teljesen megfér vele. De nem ez a cél. Ez lehet eszköz, a sok eszköz közül, de nem ez a cél. A testet itt hagyod, a lelket tovább viszed, a tudatosságod függvényében találod meg az utat. Tehát minden cselekedetet, beleértve a harcművészetet, vagy a test erősítésére irányuló cselekedeteket, fel lehet használni ahhoz, hogy tudatosabb is légy.
Például a harcművészetben nagyon világos az, hogy ha te vesztettél, akkor a te tudatosságod, a pillanat megélése, az gyengébb volt, mint az ellenfeledé. Nem a technika nyer, az ember nyer. Ezt az idősebb harcművészek tudják egyébként még visszaigazolni, akik fizikailag már gyengébbek, mint a fiatalabbak, de még mindig nyernek. Mert a tapasztalatuk, a tudatosságuk 3-4-5 lépésre megmutatja előre, hogy mit fog az ellenfél csinálni. Aki lehet, hogy 20 évvel fiatalabb, 10 kilóval nehezebb, és 30%-kal erősebb, és mégis veszít. Úgyhogy tudatot edzünk. És a tudat edzése az a koan praxis, ami a mentális harcművészet, ahol az intuíciódat tréningezzük és teszteljük, és itt is vannak formagyakorlatok, és utána pedig küzdelmek. Ezek az interjúk azért fontosak, mert nagyjából 1000 évvel Buddha után egy Bodhidharma nevű személy Indiából Kínába vitte a tant, és hogyha elolvasod a beszédeit, akkor látod, hogy ezek az utolsó szútrák. Utána már nem lehet szútrát írni, mert olyan velősen, lényegre törően és minden illúziót megsemmisítően ír, hogy utána már nincs szútra. Persze, kommentárokat lehet írni rakásra, de eredetit nem látsz. És Bodhidharmával kezdődik a koan gyakorlat. Amikor Wu uralkodóval beszél, óriási híre volt Bodhidharmának, Wu uralkodó kérette, oda kérette az udvarba, és megkérdezte, számtalan templomot emeltem, számtalan szerzetest támogattam, mennyi erényt szereztem ezáltal? Semennyit, mondta Bodhidharma. Akkor mi a jelentése a szentiratoknak? Végtelen tér, semmi szent, felelte Bodhidharma. De akkor ki áll előttem? Fogalmam sincs, mondta Bodhidharma. Na, ezek a válaszok a kérdésekre mutatják a koan praxis kezdetét. És vele aztán teljesen szárba szökkent az egész, eltelik egy pár generáció, és elkezdenek azok a paradox történetek, azaz koanok megszületni, amelyekkel mi is tanítunk és tanulunk. Ez az, ami tényleg kinyitja a tudatot, mert nem tudod sem az értelmi, sem az érzelmi mintázataidat, megszokásaidat, azaz karmádat használni ahhoz, hogy megold ezeket a kérdéseket. Az elején az ember vagy szereti, vagy nem szereti, de aztán rájön, hogy mire jó, és használja. Ez a mentális edzés. Olyan állóképességet fejleszthetsz ki, annyira jól látod a saját reaktív tudatodat, hogy kőkemény konfliktus helyzetekben is nyugodt, cselekvőképes, döntésképes tudsz maradni, és a legnagyobb stressz alatt is tudsz tisztán gondolkodni és érezni. Tehát ez az a centrum, amit a taoizmusban ugye a tantien gyakorlatként apostrofáltak, és ennek a működése az a koan praxis, amely csak intuitív válaszokkal lehet korrekt. Úgyhogy van mit edzeni bőven. Megvettem a 208 koan című könyvet, és azt látom, hogy valamennyi koan után vannak kommentárok. Mi a szerepe ezeknek a kommentároknak? Amikor megoldottad a koant, és elolvasod a kommentárt utána, ezek a jutalmak. Ha a megoldásuk előtt olvasod el a kommentárokat, még jobban megzavarnak. Tehát egy ilyen összefoglalót esetleg tartana abból, hogy mit mondaná, hogy a zen buddhizmusnak a hétköznapi emberekre gyakorolt előnyei, hogyha esetleg kedvet kapnának kicsit jobban belemélyülni, ez esetleg, nem tudom, kedvet csinálna, segíthet. Felfogadlak marketing tanácsadónak, hidd el nekem. Tehát mik az előnyök? Az előny az, hogy tisztább, emberibb tudattal lépsz ki otthonról, és toleránsabb, bölcsebb és együttérzőbb emberként nyilvánulsz meg. Úgy éred el a céljaidat, hogy ezzel nem mások kárára cselekszel. A világos tudatot, a minőségi tudatot semmi nem pótolja. Tehát ez egy tudat minőség emelés, onnan is észreveszed, hogy kevesebb hibát követsz el, kevésbé azonosulsz a dualisztikus reaktív tudatoddal, és ezért könnyebben el tudod viselni mások illuzórikus megnyilvánulását. Meghallod, meglátod, de nem azonosulsz vele. Cselekszel, de nem csak magadért, másokért is. Most mondom a hátrányokat.
Ezért magadból, az önképedből le kell adni. Keresztül kell menni az illúzióvesztésen. Erőfeszítést kell tenni. Gyakorlat nélkül nem megy, a cselekedetet nem pótolja semmi. Ezért csak a saját egoitásoddal kell fizetni. Ha ezt meg tudod tenni, akkor leszel igazán önmagad, és akkor ezek a minőségek spontán megmutatkoznak benned. Nincs ingyen, nincs következménymentesen, nincs erőfeszítés nélkül, nincs illúzióvesztés nélkül. De ha megteszed, megvan. Hogyha az az ideális állapot, hogy nincsen egyén, csak a kollektív tudat, ahol... Nem mondtuk. Ó, tehát ahol egymást segítjük, anélkül, hogy magunkra gondolnánk, akkor az hol azt marad meg az egyéni érték? Tehát nagyon fontos, hogy úgy értsd, ahogy mondom. Nem szűnsz meg, mint egyén attól, hogy együttműködsz másokkal. Nem csak másokra gondolsz, de másokra ugyanolyan fontossággal gondolsz, mint magadra. Ez a legnehezebb. Tehát az, hogy magadat egy ilyen teljesen hamis áldozat szerepben feláldozod a semmi oltárán, az nagyon könnyű. És akkor mutatod, hogy te valójában nem létezel. Ez teljesen hamis. És nem veled vitatkozom. Csak kimutatom azt, hogy a tudat ilyen szélsőségek is el tud menni. A másik, hogy majd én. Ez is teljesen hamis. Ha van egy társas viszony, legyen az párkapcsolat, család vagy csoport, vegyük észre az abban résztvevőket, vegyük észre a csoportot mozgató dinamikát, és hogy nekünk hol van a helyünk benne, és mi a dolgunk. És ne legyünk kevésbé fontosak a másiknál, de ne legyünk fontosabbak se a másiknál. Nem vág ide. A sajnálatról nem tudom, hogy... Nagyon ide vág. Nagyon ide? Én sajnálnám, ha nem vágna ide. Mondjad. Tehát én úgy látom, hogy valamennyire kegyetlen dolog. Tehát, mint hogyha a sajnált személyt vagy ilyen fogyatékossággal élőnek kicsit titulálna, és ez már így kezd átmenni így a szánalom felé. Ki titulálja így? Hát ugye a sajnálat érzése, hogy szegény ő nem tudja megoldani ezt a helyzetet, ami kialakult, amiben került. Tehát mint hogyha már semmi lehetősége nem volna, holott biztosan... Különböztessük meg a sajnálatot és az önsajnálatot. Az önsajnálat ölbutít és nyomorba dönt. A másik sajnálata az néha teljes cselekvésképtelenséget, sőt lustasságot is tud jelenteni. Hogyha a sajnálatból együttérzés lesz, és utána együttérző cselekvés, akkor volt helye. De a pusztán sajnálom, az a néha legálságosabb viselkedés. Mert nem ment végig az úton. Nem tette meg, amiről egyébként szólna az egész kapcsolat vagy a helyzet, de ő megállt, hogy sajnálom. Ez elégtelen. Hogyha a sajnálatból nem lesz együttérzés, és abból cselekvő együttérzés, hogy csak felhúztam egy maszkot, és kész. Ezért elégtelen, mert nem segít. A sajnálatból azon nyomban ki kell lépni, és megkérdezni, miben segíthetek. És akkor meg lehet oldani a problémát. Megjelenik egy hajléktalan ott, ahol megjelenik, mert egyre kevésbé jelenhetnek meg, de mégis megjelennek. Nem sajnálni kell, adni kell neki valamit, amitől segítettél neki aznap még egyszer enni. És kész. Ezzel megtetted a dolgodat, nem sajnálni kell. Úgy fejezted ki magad, hogy a Tao-ban ez a, nem tudom, Dantian... Maradjunk ott, hogy nem tudom, és ezek után a Tao-ban mi van? Hogy a Tao-ban ez a Dantian technika. Igen. Hogy akkor így összeférhetnek így ezek a különböző dolgok, szóval a Zen meg a Tao között van hasonlóság? Nem, hogy hasonlóság van. A taoizmus és buddhizmus kombinációjából származik a zen. És a zennek egy alaptechnikája, a Tantien praxis, aki taoizmussal foglalkozik, az az alsó égető, a felső az itt a szívcsakra, és közte itt van a gyomorszájnál a középső égető. Tehát ez egy nagyon fontos praxis. Miért? Mert a Tantienben, ami a köldökcsakra, kérem szépen, ott a tudatod és az energiád differenciálatlan. Még nem lett belőle egy csomó kettősség fölül, vagy ilyen nemzetszaporító állapot az egyes csakrában alul. Tehát ott még az energiád és a tudatosságod egy. És ezt az egységállapotot lehet átélni. Most gondolod, hogy a Mahamudra, a kozmikus mudra, az miért ott van? Miért a köldökcsakra előtt van? És nem itt,
vagy itt, vagy itt, vagy itt. Azért, mert ott működik, kérem szépen, ez a legjobban. A teljes felsőtest energiáját a tantienbe összpontosítjuk, alaptechnika. És figyeled a lélegzetet, és így aktiválod a tudatnak ezt az öntisztító képességét, mert belül a tudat nem csinál semmit. Ez a nem mozduló, de jelenlévő tudat. Ezért ilyen fontos a tantien. Az egységállapot miatt. A differenciálatlan tudat, az egyben lévő energia tapasztalása miatt. Úgyhogy a taoizmus és a buddhizmus gyönyörűséges szinergiája a zen maga. Remélem, hogy minél többen fogjuk tapasztalni ezt az egyé vált állapotot, a letisztult tudatosságot, amely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, és ezáltal megszabadulunk a szenvedéstől, és segítünk másoknak is megszabadulni a szenvedéstől. Ekkor járunk az ember igaz útján, és ekkor tudunk felébredni, és egy emberhez méltó életet élni, és félelemmentes halált halni. Köszönöm a figyelmet!